A szakmunkásképző adott helyszínt november 12-én péntek este a vállalkozói esznek. Az esemény résztvevői közül sok ismerős arcot fedezhetünk fel. A vállalkozók, képviselők, kamarai tisztviselők mellett Magyar Bálint, az SZDSZ elnöke is megjelent a rangos rendezvényen. Döntöttek arról, hogy mind az, amit támogatni akarnak. Nem pusztán azért fontosabb számomra, mert egy iskolát támogatnak, az ezt az iskolát, amelyhez ötödik kötődnek. Nagy részt azok a vállalkozók, akik segítségét támogatják ezt az iskolát, de egyben Dalmatizáros polgára is, ahhoz hallom, hogy más településeken pedig vannak vállalkozók, akik támogatják és segítik ezt az iskolát. Te a Dalmatizárosi Gimnázium szakközépiskolai szakmunkásképző intézet vállalkozói bált rendezett. A főszervezőt, Bajgá Ferenc igazgató helyettes kérdeztük erről. Hanyadik vállalkozói bált ma este megrendezve? Ez már a negyedik, hogy a 5 év alatt egy év kiadással ez a negyedik a rendezvény, ahol a vállalkozókat meghívjuk egy baráti estre, ahol beszámolunk a szakközési hozzájárulás felszállásáról, terveikről, elképzéseikről, és eddig sikerült. Mi pontosan ez a szakképzési alap, amelyben a vállalkozók bizonyos összeggel belejárulnak, igazgató úr? 1988-ban jött létre ez a kormányhatározati törvény, amelyik a szakképzési támogatásról rendelkezik. A különböző gazdálkodó intézeteknek, vállalkozóknak, magán és állami vállalkozóknak egyaránt a bér alapjuk másfél százalékot kell befizetni évente a szakképzési alapba. Ennek az összegnek a háromnegyed részét közvetlenül a szakképzési intézethez is átutalhatják. Úgyhogy mi pontosan ezt a lehetőséget használjuk ki, és kötünk közvetlen együttműködési szerződést a vállalkozókkal, cégekkel, magánvállalkozókkal, és így ebben az évben elég magas összeget tudtunk az iskola számára menni. Mekkora volt ez az összeg, amellyel a számítógép parkot is lehetett fölemelni, gazdagítani? Hát pontosan is, mert ezt a szakképzési szakmunkásképzési szakképzésbe indított el, és ennek volt a rendezvénye, és én úgy gondolom, hogy ez továbbra is a szakképzési rendezvény marad, elnevezéstől és profiltól függetlenül. És önálló gimnáziumok erre nem jogosultak. Az, hogy van egy gimnáziummal, szakközépiskolával, szakmunkásképzővel egy közös iskola, ez továbbra is a jogot a szakközépiskolás számára tartja fenn, a fejlesztés, a fejlődés jogát, a befizetett összegekkel, gazdálkodással is összefüggésben. Hát ez körülbelül a szoftver és a hardvereket játékának köszönhetően másfél millió forint fog lenni, következő években eddig 1 millió forint volt, azért másfél millió forint, mert a gimnáziumban is van szoftveres rendszer, tanítástechnika, a kabinet fölakasztásokat szemben is szabad, és ezért lehet elhagyatni. Akkor ez az este egy köszönet nyilvánítás azok felé, a vállalkozók felé, akik önöket segítették ebben a munkában. Igen, eddig is ezt akartuk kifejezni, és elmondani azt, hogy az ő általi befizetett összeg mire hasznosul, hogy érezzük, hogy részesei egy folyamatnak, részesei egy fejlődésnek, az a tudat, hogy én is ott vagyok, az én segítségem is hasznosul, amely az önnek való kisztáltat. Ez nagyon kicsit is lépcsőfoka ez a Maslow piramisban, de nagyon fontos mindenki számára. Úgy gondoltuk, hogy ez fontos pszichológiai momentum lehet, és azt hiszem, hogy ez valóban az volt, hisz a támogatás és a gazdasági növekedése miatt a másfél százalék részaránya növekedése kapcsán, és őre még is talán ilyen irányú bevétele, kezdve a másfél millió 92-93-as, bővített a 98-as, 4 millió forint. A vállalkozók ilyen körül
befolyásolása, úgymond, vagy bevonása az iskoláztatásba és az iskolák működésébe egy kicsit arra is utalhat, hogy ebbe az iskolába írassák be majd a gyermekeiket, vagy esetleg már ide is járnak azok a gyerekek. Ez egy természetes dolog. Hát a elválasztási propagandán azt szeretnék támogatni, hogy mennyire több gyermek, Balmazújvárosról mindenképpen, szinte mindenki, de a környező településekről is ide kerüljön ebbe az iskolába. Itt most már nagy választási lehetőség is van, hiszen gimnázium, szakközépiskola is, illetve szakképzőosztályokba kerülhetünk a gyerekek, és én gondolom, hogy a szülőkön keresztül eljuthatunk azokhoz a kisebb nagyobbvállalatokhoz, cégekhez, magánerőhöz, amelyek a szakképzés támogatásokat ide tudják irányítani az iskolába. Valamennyi esemény, amely műsorként lezajlott ma este, és azok az ételek is, amelyeket elfogyasztottunk, mind-mind az iskola profiljába tartoznak. Mert lehet, hogy sokan nem tudják Balmazújvároson, de a közelmúltban itt körülbelül 2 éve indult el például szakácsképzés az iskolában. Igen, a képzés is profiljába tartoznak, de ez csak a technikai része, hisz az anyagi oldalát fontosak a vállalkozók adták. Tehát egyébként is például támogatnak bennünket, ugyanakkor a kamarát is, mind a 3 kamara támogatott bennünket, a polgármester úr is a saját hatáskörében, és az iskolai felé arányt vállal ebből. A műsort egyébként minden résztvevő ingyen, és a maga szórakozásában, közös szórakozására vállal. Szentgeri György igazgató úr most köppent bele a munkába ide Balmazújvároson, és ebből nagyon sok rendezvényen találkozhatunk önnel, és itt az iskolában is nagyon sok rendezvény indult el, amely korábban nem működött. Például voltak kiállítások, amelyek most külső festéket, vagy pedig művészeket mutattak be. Ez is beletartozhat az iskola profiljában? Hogy az iskolának az alapvető szervezete a tanulók oktatása. Tehát a képzéssel felkészítés egy középiskolában közelebb érettségére, illetve a technikás képzőbe, a szakmának szerzésére. De ez nem elég. Egy iskolában a tanulán kívüli tevékenységet is magas szintre kell emelni, és ki kell használni azokat a lehetőségeket, amelyek könnyen elérhetők, illetve amelyekkel az iskola egy aktív részese lehet a város életében. És én éppen ezért kezdeményeztem, éppen az első tanítási napot megelőzően a tanulmányfényesség után a galéria megújításának, amit már 10 hónaponként megrendeztünk, és most a 3. kiállítás képeit néztetik meg, például a jelenlévő választott vendégek is. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az iskolának a tanítási óráson kívül legyen egy sajátos élete, amelyel nagyon aktívan bekapcsolhat a város életébe. Úgyhogy én sok új dologra tettem is már javaslatot, voltam itt már támogatott a tanítások, voltam itt még nem, de bízom abban, hogy előbb-utóbb rájönnek ki a kollégáim, a diákok is arra, hogy a kezdeményezésen azt ott előregítik az iskola aktív életét. Köszönöm szépen, és további sok sikert, és jó munkát kívánok önöknek!